Jó napot, kedves hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ahogy tudják, a kormány országos népszavazást kezdeményezett a kötelező betelepítési kvótáról. A magyar kormány a legerősebb demokratikus eszközzel, az országos népszavazással szeretné kikérni a magyarok véleményét arról, hogy akarják vagy nem akarják a bevándorlók kötelező betelepítését. A népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság már hitelesítette is. A gyors döntés után a migránspártiak is gyorsan reagáltak. A Nemzeti Választási Bizottság döntését megtámadták a kúriánál. Ezek azok a migránspárti politikusok, akik azt mondták, hogy a bevándorlás az egy árprobléma, ők azok, akik nem támogatták a határzár megépítését, ők azok, akik nem támogatták a menekültügyi eljárással kapcsolatos szabályozások szigorítását, ők azok, akik a migránsok betelepítéséről és ezzel kapcsolatban integrációs politikáról beszélnek. Ha rajtuk múlna, akkor Magyarországon akár egy szegednyi migráns is élne már. A migránsok a nyílt utcán zaklatnák a nőket, Budapest olyan lenne, mint Köln, és drasztikusan nőne a bűncselekmények száma. Mi ebből nem kérünk, mi a népszavazást támogatjuk, és támogatjuk a kormány szándékát abban, hogy minden eszközzel megóvja Magyarországot ettől a migráns áradattól. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani, és fölhívni a figyelmüket erre. Ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Mi a Fidesz álláspontja Simon Gábor ügyében kapcsolatban, ugye ma várat a változítését, a költségvetési csalás miatt és egyéb más kisebbének miatt? Ebből is látszik, hogy az ellenzék tele van korrupciós ügyekkel. Simon Gábornál 267 millió forintot találtak. Jó lenne, ha kiderülne már végre, hogy ebből a pénzből mennyi volt az MSZP-jé.